Ebbe az épületbe költözött át a Józsa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs részlege. Ezentúl európai színvonalú, akadálymentesített környezetben biztosítják a gyermekek ellátását, ami azért is fontos, mert az itt kezelt betegek legnagyobb része mozgássérült, de más előnyei is vannak a költözésnek. A gyerekosztállyal majdnem teljesen egy épületben vagyunk, így az akut osztályról az akutan rehabilitálandó gyerekeknek az ellátása is sokkal könnyebben megoldható most már. Ez a szervezés, ez lehetővé teszi, hogy mindenféle terápián külön helyiségben történjen meg, illetve maga az akut osztályon, az akut rehabilitáció már az intenzív részlegeken is elkezdődhessen, ezáltal is a gyerekeknek a gyorsabb felépülését elősegítve. 12 szakrendelés működik az osztályon, éves szinten közel 260 fekvőbeteget kezelnek, az ambuláns ellátásban viszont az 50 ezret is meghaladja az esetforgalom egy évben. Az itt kezelt betegek mozgássérült vagy mozgásában fogyatékos gyermekek. Többek között gyógytorna, konduktív terápia, elektroterápiás lehetőség és masszázs is elérhető az osztályon, de pszichológiai és logopédiai kezelést is biztosítanak a gyermekeknek. Akkor a csecsemőkorban kialakult agyi rendellenességekre, agyinokszák miatt kialakuló mozgás és tartási rendellenességek miatt megbetegedett gyermekeinket látjuk el, illetve emellett más eredetű mozgássérültjeinket is ellátjuk, és ezekhez a betegségekhez mindig társulnak olyan kiegészítő elváltozások, amelyek érzékszervi, értelmi fogyatékosság, illetve táplálási vagy egyéb rendellenesség. Az osztályon 0-tól 18 éves korig kezelik a gyermekeket, legnagyobb részük óvodás és kisiskolás, ugyanis az iskolák sok esetben biztosítják a mozgásterápiás foglalkozásokat.